További kérdőjelek merültek fel az Erdélyben talált állítólag kidobott levélszavazatok ügyében. A körülmények alapján többen is provokációnak tartják az esetet, különösen azután, hogy az itthoni baloldal azonnal felkapta az esetet, és rögtön az összes levélszavazat megsemmisítését követelte. Legalábbis furcsa az a körülmény is, hogy a telex.hu egy olyan írás nyomait is megtalálták, ami ezt az ügyet már február 1-én megírta, amikor el sem készültek a szavazólapok. A hírportál szerint technikai hiba történt. A borítékból kivett, összegyűrt és részben megégetett levélszavazatnak látszó papírok láthatóak azokon a felvételeken, amelyeket a Pontmaros újságírója készített. A tudósítót a Portál cikke szerint egy helyi lakos értesítette arról, hogy kidobott évekre talált egy szeméttelepen telepen a Marosvásárhelyhez közeli Jedden. A papírokról szóló cikket és a helyszínen készült képeket szinte azonnal megosztott a közösségi oldalán a közelben élő Parászka Boróka erdélyi baloldali újságíró is, aki bár ez a pontmaros eredeti tudósításában nem szerepelt, saját bejegyzésében hozzáfűzte, hogy az éveken, ahogy fogalmazott, nyilván ellenzéki pártokra leadott szavazatok vannak félig elégetve. A hazai baloldal is rekordsebességgel reagált. Márkizai Péter a közösségi oldalon arról írt, hogy a kormánypártok szerinte választási csalást követtek el. Ezzel az üzenettel posztolt Gyurcsány Ferenc is. A DK elnöke már azt követelte, hogy az ügy miatt az összes határon túli levélszavazatot semmisítsék meg követeljük a levélszavazatok azonnali megsemmisítését. Közben a hatpárti koalíció tagjai alig néhány órán belül közös sajtótájékoztatón álltak ki, és együttes erővel szorgalmazták a szavazat megsemmisítést. A baloldali portálok is szinte azonnal átvették a hírt, írásaikban ők is azt emelték ki, hogy a kidobott papírokon ellenzéki szavazatok szerepeltek. A Telex a baloldali parászka buróka bejegyzését is megosztotta, csak hogy a kidobott levélszavazatokat találtak Marosvásárhely közelében című cikküknek, a Google kereső adatai szerint létezik egy február 1-én készült verziója is. A kép a közösségi oldalakon kezdett terjedni, miután a Telex címoldalán közzétették az írást, és ezt a Facebookon is megosztották. Az M1 is megtalálta ezt a hivatkozást, a keresőmotor tárolt adataiból pedig az is látszik, hogy egy február 1-i keltezésű Telex cikkre ugrik a böngésző, de csak tized másodpercig, ezért belassítottuk a felvételt. Utána már a következő üzenet fogadja az internetezőt, a keresett oldal nem található. Az írás megszületésének és publikálásának idejek közti eltérésre azonban sokan felfigyeltek. A levélszavazatokat ugyanis Erdélyben csak március 15-én vehették át a választópolgárok. A Transparens Újságírásért Alapítvány független választási médiafigyelő delegációja megkereste a Telexet az ügykapcsán. kapcsán. Dulszabolcs főszerkesztő azt írta, technikai hiba történt a dátumozással. A Transparens Újságírás Alapítvány azonban pénteken arról írt, hogy a február 1 dátum az eredeti cikk nyilvános fejlécében is szerepel. Nem ez az egyetlen furcsasága megtalált évek körül. Csütörtökön a maszol román rendőrségi forrásokra hivatkozva arról írt, hogy érvénytelenek voltak a megtalált szavazólapok. Az eredeti borítékokban ugyanis a pártlistás szavazólap mellett a népszavazási ív és egy azonosító nyilatkozat is van. Ilyeneket viszont nem talált a rendőrség az elégetett szavazólapok között egyértelműen szervezett provokációról van szó, amelynek az a célja, hogy a határon túli szavazatokat hiteltelenítsék. Így reagált közleményben az RMDS. A Romániai Demokrata Magyar Szövetség visszautasította a csalással kapcsolatos vádakat. Azt írták, bárki is álljon a provokáció mögött, a legaljasabb módon próbálja manipulálni a közvéleményt. Nagyon gyanús körülmény az, hogy Jedd település, egy falunk Marosvásárhely határában ott találták meg, és éppen Jedden lakik az egyik legúszítóbb baloldali provokátor Erdélyben, sokan ismerik a hölgyet, és néhány nappal azután rendezték meg ezt a, ezt a provokációt, hogy Márki Péter marosvásárhelyen volt, és találkozott a baloldali aktivistákkal. Ez több, mint gyanús ez a körülmény. Zsigmond Barnapál Fideszes országgyűlési képviselő a Kossuth Rádió műsorában szintén arról beszélt, hogy szerinte provokáció történt. Szerintem a túli magyarok és a nemzeti érző magyarok is frappáns választhatnak vasárnap erre a baloldali gyűlöletkampányra. Ezért is fontos az, hogy minden ember elmenjen szavazni, aki eddig nem tette volna meg, valószínűleg most már határon túl is, és itt Belhomban is el fog menni szavazni, hogy egyszerűs mindenkorra leszámoljunk ezzel a baloldallal, amelyik gyakorlatilag a marosvási provokáció is bizonyítja, hogy minden aljasságra képes. Hozzátette, aljas és elszomorító, hogy ismét a határon túli magyarok váltak a baloldali úszítás céltáblájává.